elnevezett terembe érkeztünk meg, ez a terem kétszintes. A felső szint, ahol most vagyunk, itt került elhelyezésre, a vezérnek katonavezér volt a szobra. 1918-ban ő volt az, aki 123 év után kivívta Lengyelországnak a függetlenségét. És 1922-ben pedig a bolsevikokkal vívott háborúban megállította a szovjet csapatot, Varsó alatt és a Bisztolacsoda csatában le is győzte őket, kiűzve az ország területéről. Mind a két dátumnak 1918 és 22 van magyar vonatkozása. 1918-ban az egyik tábornok, akit úgy hívtak, hogy József Haller, ő volt az, aki megszervezte a magyar légiót, és több mint 20 ezer katona Magyarországról jött ide harcolni, segítve lengyel barátait. 1922-ben a döntőcsata előtt kiderült két héttel, hogy a lengyeleknek nincs elég lőszerük. Ez el is döntötte volna a csata sorsát, és az annyit jelentett volna, hogy négy év szabadság után ismét elvesztette volna Lengyelország a függetlenségét, és megindult volna az ország újbóli felosztása. Magyarország segítséget sietett, 1,5 millió lőszert azonnal elkészítettek, de természetesen a csehszlovák állam nem engedte át a vonatot az ország területén, így Románián és Ukrajnán keresztül kellett a lőszernek kijutni Lengyelországba, de időre megérkezett. És hát az oroszok soha nem felejtették el ezt a csúfos vereséget, amit elszenvedtek, és mindjárt a II. Világháború kitörésekor, ugye ezt meg is köszönték a lengyeleknek, mert szeptember 17-én, két héttel a németek után bevonultak keletről és elfoglalták az országot. Megindult több mint 200 ezer magas rangú katonatisztnek a kiszállítása az orosz lágerekbe, ahonnan sajnos a háború után csak 3% tért haza. Érve.